estét kívánok! A Richter skála szerinti 4,8-4,9 erősségű földrengés volt éjszaka Magyarországon, senki nem sérült meg. A 0 óra 28 perckor észlelt földmozgás epicentruma a Heves megyei Hevesváros közelében volt 8 kilométeres mélységben. Az első vizsgálatok szerint a legtöbb kár a Heves megyei tenken keletkezett, több száz lakóház fala megrepett, megrogytak a kémények és leestek a tetőcserepek. Kiszaladtunk mindjárt az uram, meg ilyen színbetegben, piszmékerben beütött, és rosszul lett kétszer is. Veres Józsefné fél egykor hatalmas robajra ébredt fel. Annyira remegett a házuk, attól félt, hogy rájuk omlik az épület. Így járt az egész, hát éreztük, hogy nem az ágyunk, hanem az alja, az egész ágy, az egész ház mozgott. És akkor abba hagyta, egy kis idő múlva megint nagy morgás, bú, bú, bú. Sokan annyira megijedtek, hogy hajnalban több órán keresztül kimaradtak az utcán, mert nem mertek visszamenni a házukba. Két kis gyerekem van, az egyik 13 éves, a másik 4 éves. Hát a 14 éves kislányom, ő kapott egy kis sokkot szegény, ő nagyon megijedt. Közben a megyei katasztrófa védelem igazgató helyettese eligazítást tart munkatársainak. 8 csoportot megalakítunk, 8 csoportot bejelöltük, hogy kinek melyik utcán, jó? Majd elindulnak, hogy megnézzék, baleset veszélyessé, vagy esetleg lakhatatlanná vált-e valamelyik ház. Itt tenken sérült meg a legtöbb épület, több száz ház fala megrepett, a tetőről cserepek hullottak le. Közel 20 katasztrófavédelmi szakember van kint most jelen pillanatban a helyszínen. Ők végzik a helyszínnek a bejárását, és amennyiben olyan épületet találnak, ami mondjuk statikailag kicsit megrogyott, vagy esetleg életveszélyes a kémény, akkor tűzoltói beavatkozás lesz majd. Életveszély. A katasztrófavédők több olyan házat is találtak, ahol a kémény beszakadt, és volt, ahol egyenesen szétnyílt. Itt azonnal szétszették a kéményt, mert bármelyik pillanatban leomolhatott volna. És ilyet még rutinos tűzoltók sem láttak. A kémény felső része szabályosan elfordult. A polgármester, amikor észlelte a földmozgást, azonnal kiment, hogy megnyugtassa az embereket, nehogy pánik legyen. Ma délelőtt a községházára rengetegen mentek be, hogy bejelentsék kárukat. Most történik az olyan típusú felmérés is, hogy a sérült épületekre van-e vagyonbiztosítás kötve, ahol nincs. Azt nyilván összegezni kell, és majd akkor fogjuk azt látni megyei segítséggel, de hát itt már a járási hivatal vezető úr is jelentkezett és felajánlott a segítségét, illetve a kormány megbízott úr is látogatást fog tenni településünkön. Majd akkor, amikor pontos képet látunk és pontos összeget, akkor majd erről fogunk beszélni, hogy milyen lehetőség van. Nem csak tenken, hanem Heves megyében 13 településen érezték a földrengést. Átányban is legalább 100 lakás sérült meg.